1,8 milliárd forintot nyert Bonyhád a szennyvíztelep rekonstrukciójára. A beruházásban érintett nem csak a völgységi város, hanem Nagymányok, Kakas, Cikó és Kismányok is. Mert maga a szennyvíztelep az itt található a városban, és a pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy a vezeték rekonstrukció is egy 5%-os mértékben megvalósuljon, ez érinti az említett két települést is. Maga a projekt az 1,8 milliárd, magára kivitelezésre, az építkezésre nagyságrendileg 1,5 milliárd forint az, amit fordítható. Az érintett településeken a szennyvíz kezelési feladatokat a Mezőföldvíz Kft. Látja el. A lakossági fórumon a kivitelezők is tájékoztatták a projekt részleteiről a megjelenteket. Kifejezetten azt a célt szolgálja, hogy a szennyvíztisztítás és annak a technológiai háttere újuljon meg. És azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb. Természetesen vannak olyan feladatok, mint mondjuk a szakhatáscsökkentés, és vannak hálózati rekonstrukciós feladatok is a pályázatban. Itt a szennyvíztisztító telep jelenti a legnagyobb részt, tehát azt hiszem, hogy ez a 1,5 milliárdos, több mint 1,5 milliárdos beruházás azért elég jelentős fejlesztést fog megvalósítani ezen a területen. A hálózat rekonstrukció is ugyanolyan fontos, de hát az kisebb volumenű. A kivitelezési munkákat várhatóan ez év végén befejezik, utána egy 6 hónapos tesztidőszak következik. Az üzemeltetők a fórumon hangsúlyozták, az új szennyvíztisztító telepre való átállás nem jár majd szolgáltatási szünettel, a szolgáltatás zavartalan és folyamatos lesz.